Közben már csak alig több mint 10 kilométerre vannak a tálib felkelők az afgán fővárostól. Ugyan amerikai, brit és német katonák is érkeztek Kabulba, de feladatuk csak a követségek személyzetének kimentése. Bár az afgán elnök béketárgyalásokat ígér, sokan attól tartanak, hogy elkerülhetetlen a végső összeomlás. Szombat reggel már a tálibok fehér zászlaja lengett Kandahár főterén, az állami trikolór helyett Afganisztán második legnagyobb városa teljes egészében megadta magát új urainak. A helyi őrség elmenekült vagy megadta magát, a tálibok így már Afganisztán területének kétharmadát ellenőrzik, és szombatra már a tartományi fővárosok többségét is megszerezték. Sajtóértesülések szerint elfoglalták Logan tartományt is, ami azt jelenti, hogy déli irányból már alig 10 kilométerre megközelítették Kabult. Az afgán légierő, hogy jelezze, nem tűnt el teljesen a hadsereg, közben nyilvánosságra hozta a légi felvételeket arról, hogyan bombázzák az északi Mazar-i-Sharif felé tartó tálib erőket. A várost jelenleg védő, többségében üzbék és tádzsik nemzetiségű milíciák parancsnoka pedig azt ígérte, Mazart sosem foglalják el a szélsőségesek. A szakértők azonban kételkednek abban, hogy a hadsereg képes lesz hosszú távon ellenállni. Az afgánoknak szükségük volt az amerikai támogatásra, hogy a képességeiket kihasználják. Ahogy az amerikaiak elmentek, a harcképességük egyik napról a másikra összeomlott. Ezrével dezertálnak, de vannak olyanok is, akik érzik az idők változását, és egyszerűen átállnak a tálibokhoz. Magyarázza a hadihelyzet gyors megváltozását, a CIA volt műveleti igazgatója. Bár a tálibok igyekeznek nyugtatni a városi lakosokat is, mondván sokat változtak az elmúlt 20 évben, és nem lesznek olyan kemények, mint 20 évvel ezelőtt, de így is sok tízezren keresnek menedéket, a továbbra is a kormányerők által ellenőrzött néhány nagyvárosban. Attól félek, hogy megölnek, nem élem túl, ha bevonulnak, mondta egy kabuli nő, aki azt ígérte, ha jönnek a tálibok, biztos elhagyja az országot. Az afgán elnök tévébeszédben fordult a néphez péntek este, és azt ígérte, mindent megtesz a békés megoldásért. Tárgyalásokat kezdeményeztem a kormányzattal, törzsi vezetőkkel, politikusokkal, nemzetközi partnerekkel a lehetséges megoldásról. Nagyon hamar szeretném, ha az ország polgárai már látnák az eredményeket, fogalmazott az elnök. Amerikai, brit és német katonák is érkeztek közben Kabulba, de a feladatuk csak a követségek személyzetének kimentése lesz. A nyugat ugyanis nem akar újabb fegyveres konfliktusba bocsátkozni.